Az együttes neve az egy ilyen második próbálkozás volt. Elsőre a büdös tojás, a Stinky X nevet választottuk a Peti kutyájából kifolyólag. Tehát egyáltalán nem volt semmilyen tervünk arra, hogy most mi lesz a nevünk. Először akkor a Peti kutyájából indultunk ki. Ez egy hétig volt körülbelül, a Stinky X néven egy hétig futottunk, és akkor utána rájöttünk, hogy ez kevésbé piacképes. Úgyhogy akkor váltottunk. Igazából a Colorline név az abból az összetételből jött, ugye, hogy a color a szín, a line meg vonal. És hogy ezt így összecsapva színvonal, mert hogy úgy gondoltuk, hogy elég színvonal zenét tudunk összehozni, és így jött a nevünk. Honnan jött maga a zenekar? Honnan döntöttétek el, hogy alakítottok egy ilyen bandát? Hát ezt a fiúk döntötték el. Miután megszűnt a Bodega, megkeresett az Andris azzal, hogy énekelnék-e nekik, és akkor végül is igent mondtam, és így alakult a zenekar. Mi volt a koncepció, mi volt az elképzelés, milyen úton kell tovább menni, illetve nem is, hanem milyen utat kell választani? Akár még Büdös Tojás néven, vagy már Colorline néven, ugye egy hét váltás után. Tehát az egész, tehát nem volt összefüggésben a stílussal a névválasztás. Igazából a számokat úgy hoztuk össze, hogy mindenki a saját magának tetsző zenéket összeválogatta, összeültünk és megbeszéltük, kiválogattuk azokat a számokat, ami mindenkinek tetszett, és így jött össze a repertoár. Itt említetted, hogy felkértek téged énekesnőnek. Mennyire volt, vagy mennyire kellett belecsöppenni egy idegen csapatba? Tehát az összetétel az milyen volt? Mennyien voltatok, és most mennyien vagytok? Tehát ez az eredeti felállás. Tehát így is kezdtük. Belecsöppenni furcsa volt, mert előtte nem voltam énekesnő egy zenekarban, tehát ez mindenképpen egy újdonság volt. A fiúk azért összeszoktak korábban, tehát abból a szempontból nehezebb volt, hogy ők már egy összeszokott társaság volt, de nem voltak konkrétan nehézségek abból adódóan, hogy én most így újként ide bekerültem. Egy előző zenekarom feloszlása váltotta ki végül is ezt a dolgot, hogy megalakult ez a zenekar, mert akkor kb. Egy fél évre rá beszélgettünk az Andrissal, aki lényegében a zenekar alapító tagja, hogy kellene csinálni valami jót, valami mást, mint ami itt a környékben megy. És ez volt végül is a kalandos történet, egy kocsmai beszélgetés. És akkor megalakult. Mi megy itt a környékben? Hát ezek a régi slágerfeldolgozások, ezek a magyar klasszikusok, amiket főleg játszanak, vagy ilyen saját próbálkozások, például Szexárdon is ezek a metálosabb dolgok. Hát mi megpróbáltunk egy kicsit ilyen dallamosabb, funkisabb és talán egy picit zenéket összeszedni, mert helyek közze sikerült. Mi alapján választottatok zenei stílust? Hogy mi alapján? Már csak azért kérdezem, mert ugye amikor kint voltunk Domboriban a koncerten, akkor fölragadtam egy-két dolgot, hogy AC/DC, Guns N' Roses számú, szóval ilyen tribut illata volt az egésznek, jól éreztem-e? Ez ilyen adott volt. Mindenki hozta a saját magának tetsző dalokat.
és nem volt megkötés, hogy most ez milyen stílusban legyen, vagy milyen irányba menjünk. Tehát nem volt ez alapvetően megbeszélve, hogy akkor mi csak konkrétan ezt és ezt a fajta rockzenét fogjuk játszani, hanem ez így alakult, ez magától jött össze. És a saját darabok? A saját számok? Uh-huh. Beszéltünk már róla, de még egyelőre nincsen terve. Miért? Ahhoz több idő kell, én úgy gondolom, hogy saját dalokat tudjunk szerezni. Én igazából nem egy zeneiskolás anyagot hoztam magammal, mert nem jártam a zeneiskolában, nem tanultam ezt a zenélést, hanem ezt csak így egy ismerősnél tanultam a hangszerismeretet, és akkor így saját magam autodidakta módon fejlesztettem tovább valamilyen szintre. És hát én ezt a rockosabb, ilyen hagyományos klasszikus rockot próbáltam hozni a zenekarba. Saját ötletem volt végül is, amit mondott is talán az Andi, hogy mindenki a saját zenei stílusát hozta, hogy azokat játsszuk. Ebből én a Queen-t, a Mick Jaggert, ezeket próbáltam hozni, és én ezeket a stílus elemeket próbálom belevinni. Az elmúlt egy évben milyen benyomások alakultak ki, ami szerinted már elég lehet ahhoz, hogy mondjuk egyszer majd megszülessen a csírája egy önálló számnak, egy általatok írt számnak. Gondolok itt arra, hogy például egy hét alatt eldöntöttétek, hogy az együttes neve nem jó, és azon egy hetet kellett agyalni. Beszélgessünk egy kicsit ezekről. Szerintem ez úgy tud majd kialakulni, hogy minél többet koncertezünk, annál több visszajelzést fogunk kapni. Most ugye ezekből fogunk tudni építkezni. Az egy dolog, hogy mi itt együtt megbeszélünk dolgokat, azért a külső hatások nagyon fontosak. Tehát az, hogy esetleg a közönségnek mire van igénye. Innentől kezdve, tehát ez biztos, hogy ez is azért mondom, hogy idő kérdése, minél több külső visszahatás ér bennünket, annál könnyebben tudunk kanyarodni egy bizonyos útra. Tehát hogyha az lesz az igény a későbbiek folyamán, hogy saját számokat játszunk, vagy saját zenénk legyen, vagy hogy elmozduljunk erről a vonalról, mert az mondjuk működőképesebb, vagy szerethetőbb, akkor az biztos, hogy arra fog sarkalni mindenkit, hogy akkor abba az irányba menjünk el. Hogyha sikerül, akkor talán jövőre össze is tudnánk hozni egy olyan dalt, amit tényleg már saját magunk találtunk ki. Nem tudom, a szöveggel majd hogyan leszünk, meg hogy megmarad ez, hogy csak angol zenéket játszunk. Ez majd szerintem még egy kis idő, de én reménykedem benne, hogy hamarosan össze fog jönni egy sajátdal is. Megint mondtál egy érdekes dolgot, csak angol zenét játszatok. Miért? Nem tudjuk miért. Ez volt az elején az alapkoncepció, hogy nem játszunk magyar számokat. Csak az angol nótákat próbáljuk erőltetni. De miért nem játszatok magyar számokat? Tehát nem akarom én ezt így rád előszakolni, vagy kihúzni belőled, de miért van az, hogy azért van egy olyan koncepció, amiben ugye maga a zene az határtalan, de ebből a szempontból mégis vannak határai. Tehát országhatáron túli, ergo angol zenéket játszatok. Ez miért lehet? Nem tudom, még lehet, hogy azért, mert talán ott népszerűbbek ezek a három tagos felállások, és ott így jobban, nem tudom, rámennek ezekre a hangszerelésekre, vagy hasonló, és igazából mindannyiunknak a zenei ízléséhez közelebb állnak a külföldi dalok. Valószínűleg ezért maradt az, hogy csak külföldi nótákban játszunk.
De tehát, hogy nagyon-nagyon figyeltek arra, mi a közönség reakciója, mik az igények. Mennyi fellépéssel lehet ezt lemérni, tehát hányszor hívnak meg titeket egy évben? Igen, az elmúlt egy évben azt hiszem, hogy talán 5 koncertünk volt. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy egy év alatt 5, ez egy nagyon kicsi szám, ez abból is adódhat, hogy ugye friss a zenekar. Tehát ezeket folyamatosan, tehát maga, a fellépési lehetőségek azok azért kicsit szűkek. Tehát igyekszünk megragadni minden olyan alkalmat, amikor megmutathatjuk magunkat, pont azért, mert ebből tudunk tanulni, ebből tudunk fejlődni. Tehát az lenne a következő lépés, hogy minél többször megmutassuk azt, hogy mit tudunk. Egyre több számot kell megtanuljunk, egyre bővíteni kell a repertoárt ahhoz, hogy ez ugye működőképesebb legyen. Több fellépés, meg több gyakorlás. Igazából ez az, ami előre viheti ezt az egészet. Egyébként a gondolataidból árad a nyugalom, meg a türelem. És azért a mai magyar, mondjuk így, hát pop szakmában, vagy zenei életben, ugye kicsi a piac például, nagyon sok a benne résztvevő, azért ez egy elég nyugodt hozzáállás, nem gondolod? Hogy nyugodt hozzáállás? Nem gondolom, tehát az erőltetett dolgok nem biztos, hogy jól működnek. Tehát én úgy vagyok vele, hogy amit nyugodt szívvel meg szeretettel tud csinálni az ember, annak van értelme. Tehát az szerintem a külső szemlélőknek is lejön, hogyha valamit tol az ember, nyom az ember, és muszájból és erőszakosan csinálja. Tehát annak valójában nincs értelme. Amíg mi élvezzük, addig tudja élvezni a közönség is, én úgy gondolom. Mennyire nehéz majd feltörekvő zenekarnak? Mondjuk akár koncerteket szervezni, vagy koncertekre bejutni, akár fesztiválokra, akár egy városi ünnepségre. Beszélgessünk itt egy picit a lehetőségekről. Azért nem egy olcsó dolog ez. Nem, hát a legnehezebb része a hangtuc megvásárlása, az, hogy egyáltalán önálló koncertet tudjunk adni, ahhoz azért elég komolyan egy tőke kellene. Most még így jelenleg szerencsére így nem nagyon ruháztunk be ebbe, vagy hát így nem dobtuk össze a pénzt erre, és emiatt csak így vendégzenekarként, előzenekarként zenélgetünk. Most fesztiválra jutottunk be, legutóbbi koncertünk ez a Hetem, mint a gonoszok fesztivál volt Szekszárdon. Oda úgy tudtunk bejutni, hogy előzetesen a koncertszervezővel egyeztettük, hogy milyen stílust játszunk, mi a felállás a zenekarban, és igazából próbálni kell egy kicsit eladni a zenekart, kapcsolatokat megmozgatni, felhívni embereket, és így lehet talán érvényesülni jobban itt a környékben. Szerinted minden kezdet ilyen lehet? Tehát először a zenekar próbálja meg saját magát eladni? Biztosan így van. Nem hiszem, hogy így haverokon kívül más tud olyankor egy ilyen koncerthelyszínt mondani, ahol csak egy teljesen kezdő zenekar felléphetne. Úgyhogy biztosan először még el kell menni üdítőért, meg nagyon sörért, meg hasonló, de utána aztán jön az, hogy kapunk érte benzinpénzt is, és akkor a végén meg szerintem el lehet kérni érte egy ilyen reális összeget, ami a zenekarnak a zenének színvonalát is, nem tudom, megéri. Ezt csak azért kérdeztem, hogy mennyire lehet ebből megélni. Tehát a Color Line az hol tart még most? Mennyire egy olyan zenekar, ahol még ez csak hobbi, vagy már kezdenek elválasztódni a vonalat? Hobbi is, de már másodállás is. Hát a másodállástól még sajnos elég messze van. Most még az abban a fázisban vagyunk, hogy elmegyünk benzinpénzért, meg hogyha így hozzájárul a tulaj, akkor esetleg a helyen szedünk egy pár száz forintos belépőt, és akkor ami bevétel jön, akkor az a miénk. De egyébként még én úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyon alap összegként egy ilyen pár tízezer forintnál többet biztos, hogy nem fizet érte senki. Úgyhogy ez még így nagyon az elején van.
is maga a zenekar? Mit mond a négy tag magáról a zenekarról, amikor egy csapatként ültök mondjuk jelen esetben egy kanapén? Egyszer csöndes, azt hallom. Az nem, jó. Tehát szerintem nagyon jó hangulatú próbáink vannak. Jó. Jó kis zenekar, jó kis csapat vagyunk. Milyen sűrűn van lehetőségetek arra, hogy együtt próbáljátok? Hát ez változó. Aztán szerintem átlagosan két hetente tudunk, nem? Hát két-három hetente általában. Két-három hetente, így van. Akkor tudunk egy kicsit zenélni. És ez két-három hetente hány órát jelent? Kettőt. Körülbelül. Hát valamikor egy kicsit többet. Azt mondjuk, hogy mennyire... Szünetekkel együtt, igen. Szünetet gyakran kell tartani, mert csapatot építeni is kell. Meg dohányozni. És mondjuk, ezt azért kérdezem, hogyha ilyen ritkák a próbák, akkor mondjuk ki mivel foglalkozik a civil életben? Mert akkor gondolom, hogy ebbe jócskán közben játszik a civil élet is. Hát de igen, próbál. Mi majdnem ebből élünk. Úgyhogy így a civil életünk az nagyban befolyásolja például ezt, hogy kinek mennyi ideje van erre. Meg hát a próbák összehozása is attól függ gyakorlatilag, hogy ki hogy ér rá, vagy tényleg mindig kell egy adott időpont, amikor mind a négyen képbe tudunk kerülni, és ez azért ritka. Ha ennyire nagyon-nagyon elfoglaltak vagytok, meg hát ugye pénzből él az ember, akkor meg kell kérdeznem, hogy mégis mit jelent a zene? Hogy az ember csapatot csinál, együttest csinál, és együtt zenél, ha kell, két-három hetente is. Mit jelent a zene nektek? Ne ilyen Máté Péteri magaslatokba gondolkodom. Zene nélkül mit élek én? Hát a zene az kell. Hát nem tudom, én most már lassan 20 éve dobolok, tehát nekem elég sok minden. Tehát nekem mondjuk az is, hogyha mondjuk lemegyek dobolni egy fél órát, órát, az is nagyon sokat. Tehát így feltölt az egész, de akár a zenei hallgatás is például. Többiek? Én... Ez a hangban. Igen, tehát ez, hogy én is gyerekkorom óta énekeltem, és ez olyan egyértelmű, hogy ez kell. Tehát, hogyha az ember ebbe bele csöppen egyszer, most mindegy, hogy ez szerintem egy hangszer vagy ének, akkor ez olyan értelemszerűvé válik, hogy csinálja. Tehát ez egy kikapcsolódás, meg az ember életének a részévé válik. Volt-e valami mélypont, amikor azt mondtátok, hogy mondjuk a próbán az jött át, hogy ez a próba nem volt olyan, ez a koncert nem volt olyan, a hangulat sem volt olyan, mert állt belőletek a vidámság, tehát mondjuk, hogyha nem diszkó után jövünk próbára, akkor például ez hogy működik? Vagy előfordult-e már az elmúlt egy évben itt a csapatnál, hogy igenis éreztétek, hogy baj van? És most azért volt három hetes szünet, mert valami nem állt össze. Az szerintem az elégedetlenség az általános, de hát ebből épül az ember, tehát ez most sosem... Tehát nincsenek konkrét mélypontok, én úgy gondolom, de hát mindig vannak negatívumok, és akkor abból tudunk tovább épülni. És a negatívumok azok mondjuk hozzájárulhatnak ahhoz, hogy milyen egy koncertnek vagy egy próbának a hangulata? Most nem úgy, hogy mindenki ide jön lógóra, hanem az, hogy akkor most még többet beletesz és kizenéli magából például. Szerintem inkább az utóbbi. Tehát megpróbáljuk a következőt jobban csinálva, tanulva az előző hibáinkból. Mennyire izgul az ember, amikor színpadra lép? Pálinkás gumicukor kellett. Igen, az a trükk? A pálinkás gumicukor? Hát az innen hát, vagy a pálinka magába, az se egy rossz. Igen. Hát ez izgalmas azért mindenképpen, meg mindig. Legalábbis részemről. Én nekem ez nagyon, igen. Ez nehéz. Addig. Addig a pontig? Addig a pontig, így van. És a fönn a színpadon már? Hát akkor már nem. Azért ott már nincs rá lehetőség, hogy izguljon az ember, akkor már muszáj csinálni, az elmúlik. És ez mindig így van? Tehát, hogyha sűrűbben lennének a fellépések, akkor is így lenne? Tehát akkor is az lenne, hogy félve léptek a színpadra? Szerintetek, mert ugye még nem sűrűek a fellépések, tehát akkor is ez lehetne? Tehát, hogy...
Hát biztos, hogy nagyobb rutint lehet szerezni, tehát hogy minél több fellépés van, minél hogy mondjam, több ember előtt, akkor tehát ebből lehet rutint szerezni. De én állítom, hogy azért tehát a világsztárok se úgy mennek fel a színpadra, hogy le van szarva, és akkor lesz, ami lesz, hanem igenis bennük is van egy olyan druk, hogy ezt most a új teszt meg kell csinálni, lehetőség szerint a tehető a legjobban. Tehát ez biztos, hogy ad egy drukkot az embernek. Lehet-e már ilyenekről beszélgetni, hogy tervek, elképzelések, koncepciók a jövő évre? Ha persze. Például? Az összes koncertidőpontunk le van foglalva. Tele a naptár már. Tele van a naptár, nem tudunk vállalni új bulit. Ez lenne jó része. Ja. Na most még ez a keresgélés része van, hogy minél több koncertet jól lenne elvállalni, majd megkeresünk helyeket, és akkor bevállalunk egy-két jó bulit. You know where you are.